Itt a Biatorbágy egy perces. Köszöntöm Önöket! Képviselőtestületi döntés alapján városunk önkormányzata kiírta a 2023-as helyi civil szervezetek támogatásáról szóló pályázatát. Több mint 200 induló közül az első helyen végeztek az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében megszervezett országos versenyen a Cucor Gergely Katolikus Általános Iskola első osztályosai. Holnap délután 2 és 6 óra között véradást szervez a Magyar Vöröskereszt a Juhász Ferenc Művelődési Központban. Változóan felhős, néhol napos időre számíthatunk. A szél megerősödik, de eső vagy hó nem várható. Napközben 6, este és éjszaka 1 fokra számíthatunk. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk, viszontlátásra!